Tiéd a szó, Hadházi Ákos, független országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen. Én arra kérném azokat a képviselő kollégákat, akik nagyon hasonló cipőben jártak, hogy jöjjenek ők is fel. És először azt kérném, hogy énekeljünk egy himnuszt. Isten áld meg a magyar jó kedve bőségem, nyújts felé nyelvédőkar a vagyunk még, nem biztos, hogy mindenki egyszerre felfér. A mai nap nagyon sok szörnyűséget éltünk át, de szerintem úgy járunk el helyesen, hogyha jó dolgokat látjuk. És azt gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog, hogy nagyon sokan megtaláltuk a hatalom lelkét, és ebbe a hatalom lelkébe tapostuk. És ami ma történt, az azt mutatja, hogy nagyon fáj nekik, és nagyon félnek. Voltunk itt egy hete is, azután akkor is megpróbáltam egy petíciót beolvasni, akkor annak az lett a következménye, hogy egy 3,5 perces műsorban benne lehettem ebben a tévében, 20 másodperc szólt a tüntetésről, azt mondták, hogy kevesen vagyunk, és utána 3 perc, 10 másodpercen keresztül gyalázták az édesanyámat és az édesapámat és engem. Tegnap a tüntetések kezdetén azt mondtam, hogy verőlegények vannak ebben a pártban, nem gondoltam szó szerint. Azt hittem, hogy ez csak egy kép. Azt hiszem, hogy vannak valóban igazi verőlegények, de ennél sokkal komolyabb az a lejáratás, az a lejárató gépezet, amelyik egyrészt elhallgattatja a rendszer kritikusait, másrészt pedig bünteti és kínozza. Megkérdezték, hogy milyen napom volt. Azt mondom, hogy vannak fájdalmas testrészeim, de sokkal jobban fájt, amit az elmúlt héten kaptam, és sokkal jobban fájt, amikor millió számra, millió emberek előtt járatnak le minket. Nézzünk oda egy picit, várjuk képviselő urat, most viszi el a mentő, és köszönjük meg neki, hogy ő is kiállt. Hadd mondjam el, hogy volt egy egészen elképesztő. Azt hittem, hogy már nem fogok meglepődni, amikor visszajöttem ide délután ehhez a házhoz, de egy egészen megdöbbentő jelenet volt, amikor a mentők, gyakorlatilag nem tudom mióta vannak itt, de legalább fél órát vártak a bejárat előtt. Annyira fél a hatalom, hogy a mentősöket se engedte be. Nem engedte be őket. Háborúban is odaengedik a mentősöket a sérültekhez. Ezek annyira félnek, hogy 3 mentőst sem engedtek be nagyon hosszú ideig és sokáig.
Hadd mondjam azt el, hogy az 56-os forradalom előtt is az akkori rádió csőcseléknek nevezte a tüntetőket, csőcseléknek nevezte. Tegnap is megkérdeztem, most is megkérdezem, hogy önök csőcseléke. Ezt én is így gondoltam. Az is igaz, hogy csak addig hívta őket csőcseléknek, amíg el nem foglalták a rádiót. Nem az most a feladatunk, hogy fizikailag elfoglaljuk ezt a rádiót, de az a feladatunk, hogy nagyon kitartóan, nagyon határozottan elinduljunk azon az úton, amelyik ki fogja kényszeríteni a kormánypropagandának, a fizetett kormánypropagandának a leállítását. Nem fogok nagyon sokat beszélni, mert nagyon sok jó ember volt ma velem, és meg akarom nekik ezt engedni, nekik is a lehetőséget. De azt hagyd mondjam el, hogy jó híreket, hogyha nézünk, nem tudom, hogy jó híre, de kártyavárak omlanak össze ebben az országban. Ami kiváltotta ezt a tiltakozás hullámot, az is egy kártyavárnak az összeomlása, ez pedig a munkaerőpiacnak az összeomlása. Nem azért van munkaerő hiány, mert úgy hasít a gazdaság, hanem azért van munkaerő hiány, mert 100 000 számra kellett elmenekülni a devizahiteleseknek, és azért van munkaerő hiány, mert nem beszélhetünk Magyarországon valódi szakképzésről. A kormánynak ez lett volna a feladata, de ehelyett az erre adott pénzeket is ellopta. Sok ilyen kártyavár omlik itt a szemünk előtt összeomlik, a szemétszállítás összeomlik, az egészségügy, a gazdaság is pillanatok alatt összeomolhat akkor, hogyha az Európai Uniós pénzeket valóban nem fogják folyósítani a csalások miatt, vagy pedig akkor, hogyha az autógyára bajba kerülnek. Viszont nagyon jól kell tudni, hogy kártyavárak összeomlanak, de vannak bástyák, amelyek maguktól nem fognak összeomlani, csak akkor, hogyha önök segítenek benne. És a legfontosabb bástya az itt van előttünk. A legfontosabb bástya ez az aljas, lejárató kormány propaganda, ahol... Nagyon sokan, nagyon kitartóan tüntettek, és egy hatalmas élmény az, sokan most kezdenek arra ráeszmélni, hogy mennyire megváltozott valami Magyarországon, mégpedig azért, mert az emberek tesznek és cselekednek is a jövőjükért. Ez egy új dolog, eddig úgy tűnt, hogy csak beszélgetünk, de mindenki, az, hogy tegnap 5000-en kijöttek, 5000-en kisétáltak velünk a belvárosból ide, ez azt mutatja, hogy az embereknek egészen elegük van, és az emberek látják azt, hogy cselekednünk kell. Hadd mondjam el, hogy én hetek óta, hónapok óta látom ezt, látom azt a sok 100 000 aláírást, amelyik már beérkezett az Európai Uniós ügyészséggel, látom azt a sok ezer embert, és látom azt a sok ezer embert, aki gyűjti. Hadd köszönjem meg most itt is nagy nyilvánosság előtt egy volt tanáromnak, aki egy kis településen önmaga 550 aláírást összegyűjt, és nagyon sok minden ki kéne emelnem, de hála Istennek annyian vannak, hogy még össze se tudtuk számolni egyelőre a részeredményt, néhány nap múlva meg tudjuk mondani a pontos számokat. A parlamentbe választásokon kell bemenni. De választásokon csak valódi, tisztességes sajtó mellett lehet bemenni, el kell érnünk, és az önök segítségével el fogjuk érni. Annyit engedjenek meg a legvégén, hogy a számomra az egyik legfájóbb mocskos hazugság, amikor azt mondják, hogy a tüntetők keresztény ellenesek. Ez az egyik legelképesztőbb hazugság. Hagy engedjenek meg egy talán váratlan dolgot, de én el szeretném mondani az apostoli hitvallást azért, hogy ne mondhassák rám, hogy én keresztény ellenes vagyok. Úgy, ahogyan azt a nagyapáim tanították. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklokra, felmenne a mennyekbe, harmadnapon feltámad a felmenne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, és onnan lészen ítélni eleveneket és foltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek egyességét, a bűneinknek a bocsánatát, testünknek a feltámadását és az örök életet. Amen. Köszönöm szépen!
Kedves barátaim, amikor múlt hét szerdán képviselőtársaimmal, akik közül többen itt vannak, és többen talán még bent várakoznak, nem gondoltuk volna, hogy amit akkor teszünk, annak olyan hatása lesz, amit látunk nap mint nap az utcán, láthatunk nap mint nap a médiában, a parlamenten kívül, hogy az ellenzék együtt tud működni, és van értelme országgyűlési képviselőnek lenni. Akkor elindultunk, és együtt foglaltuk el az elnöki pulpitust, mert meg akartuk akadályozni, hogy az a szégyen, amit a rabszolgatörvény jelent, az bekövetkezzen, hogy a parlament törvénytelenül, jogellenesen, de a munkás emberek jogait sárba tiporva fogadjon el egy ilyen jogszabályt. Kedves barátaim, higgyék el, hogy harmadik, kétharmad után nekünk is dilemmát jelentett, hogy mi ellenzéki képviselők mit tudunk tenni, hogy mi a szerepünk, mi a dolgunk ebben a parlamentben. Ahogy sok ember apátiába süllyedt, mi is éreztük azt, hogy ez így nem mehet tovább, ezt nem lehet ebben a keretben tovább vinni, nem lehet csak bemenni a parlamentben és kérdezni, és módosítókat benyújtani, mert leszavaznak, mert megaláznak és nem foglalkoznak velünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy megzavarjuk az országgyűlés menetét. Ezért döntöttük úgy, hogy erőszak nélkül, de átlépjük azokat a szabályokat, amelyeket az egyeduralkodó Fidesz, mint egyetlen párt hozott. És ellenzéki képviselők abban állapodtunk meg, hogy nem fogunk megállni, mert érezzük, hogy ti támogattok, érezzük az emberek és a társadalom támogatását, hogy na végre, és mi is érezzük, hogy van miért képviselőnek lenni, és végre büszke országgyűlési képviselők tudunk lenni, de ehhez folytatni kell az utat, mert egységben az erő. Kedves barátaim, és ennek az egységnek nem csak ma, nem csak holnap, nem csak jövő héten, de jövőre is ki kell tartani, és azután is mindaddig, amíg meg nem mutatjuk ennek a rendszernek, hogy a magyar nép nem kér az elnyomásból, nem kér a rabszolgatörvényből, nem kér a munkások jogainak sárbatiprásából, nem kér a sajtószabadság eltörléséből, és nem kér abból, hogy lassan már az igazságszolgáltatásban sem tudunk bízni, és nem kér abból, hogy biztonsági őrök teperik le az országgyűlési képviselőket. Nem kérünk belőle! Mutassunk együtt erőt! Mi ellenzéki képviselők megtesszük, amit meg kell. Tegyétek meg ti is. Köszönöm.